Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szervusztok! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket innen Angyalföldről, a Szent Mihály templomból. A mai nap emlékezünk arra, hogy immáron egy hónapja gyűlünk össze naponta, 11 óra 55 perctől 12 óra 10 percig, hogy elimádkozzuk az egyház déli imádságát, azt követően pedig azt a két imádságot, amit Erdő Péter bíboros atya írt és Ferenc pápa. Tesszük ezt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus titkársága, a Magyar Kurír, az Új Ember szerkesztősége, Böjte Csaba Ferences szerzetes, Csókai András orvos professzor és Szikora Robi előadó művész felhívására. Köszönöm, hogy ma is együtt tudunk ünnepelni, köszönöm, hogy ma is együtt tudunk imádkozni. A templomunk ugyanúgy, ahogy eddig is, minden nap nyitva van ilyenkor egészen egy óráig, általában egy-két ember mindig szokott itt is csatlakozni hozzánk, és köszönjük azt, hogy több százan naponta csatlakoztok ehhez az imádsághoz. Mivel ennek a mai napnak egy különleges évfordulója van, az, hogy egy hónapja együtt imádkozunk, ezért Erdő Péter bíboros atya egy videó üzenetet küldött, amit most le fogunk nektek játszani. Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük, mondja Jézus. Megdöbbentő ez a mondás, hiszen egyrészt bátorít. Nem szükséges, hogy egyszerre akár 10 ember is jelen legyen, hogy igazán közösségi imádságot végezhessünk. Másrészt megdöbbentő azért is, mert nem azt mondja, mint ami az Ószövetség egy helyén áll, hogy ahol ketten-hárman összejönnek és imádkoznak, ott van köztük az Úr, hanem azt mondja, hogy én ott vagyok közöttük. Tehát Jézusnak ez is egy olyan mondása, amelyben isteni tekintélye mutatkozik meg. És ez a tekintély arra szolgál a mondásban, hogy biztosítson minket, hogy velünk van. Közel jön hozzánk. Hálát adunk azért, hogy most már egy hónapja, minden nap délben együtt mondhatjuk az egyház imádságát, együtt mondhatjuk azt az imát is, ami most járvány idején különösen időszerű, csatlakozhatunk a Szent Atya imájához is. Azok néhányan, akik valóban a kitett oltári szentség előtt imádkoznak, és a helyszínen fogadják a szentségi áldást, kapcsolódnak azokhoz a több száz hívőhöz, azokhoz az emberekhez, akik hűségesen és talán egyre többen kísérik a közösségi médián keresztül ezt az imádságot és ezt a szentségimádást. Legyünk hűségesek az oltári szentséghez, legyünk hűségesek és kitartóak az imában, és bízzunk abban, hogy ebben a különleges helyzetben Isten megadja nekünk azt a különleges erőt és különleges találékonyságot, amire szükségünk van. Erdő Péter bíboros atya videó üzenete után most akkor elkezdjük hamarosan az egyház déli imádságát, ami most húsvét 8-adában és a húsvét időben a mennynek királyné asszonya. Egy dolgot szeretnék az imádság megkezdése előtt figyelmetekbe ajánlani. Szent II. János Pálnak május 18-án ünnepeljük a földi születésnapjának a centenáriumát. Ebből az alkalomból kiadtunk egy könyvet, aminek az a címe, hogy Szent II. János Pál, önéletrajz. Ehhez a kötethez Veres András püspökatya írt előszót, mely megtalálható az oldalunkon. Ha szeretnétek, akkor a webbolton hozzá tudtok férni. Szent II. János Pál, könyörög érettünk. És akkor most hamarosan dél következik, elkezdjük egy keresztvetéssel a közös imádságot. Előrehozom az oltári szentségben jelenlévő Úr Jézus Krisztust, és ahogy szoktuk, elimádkozzuk az imádságokat.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. És most felállva imádkozzuk el, énekeljük el az egyház húsvéti imádságát. Menjnek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert két méhedben hordozni méltó voltál. Alleluja! Amint megmondott a vala, föltámadott. Alleluja! Imád Isten, hogy lehossa bűneinket. Alleluja! Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja! Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja! Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak, föltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Most pedig imádkozzuk el együtt azt az imádságot, amit Erdő Péter bíboros atya írt a járvány idejére. Mindenható Urunk, atyáink Istene, hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért,
hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért, és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét. Adj a társadalmak vezetőinek éles látást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak, és a gyászoló és aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk. Szent Háromság egy Isten, irgalmaz nekünk. Boldogságos Szűz Mária, betegek gyógyítója, könyörögj érettünk. Amen. Most pedig imádkozzuk el együtt Ferenc pápa felajánló imáját, melyben Szűz Máriára, az üdvösség jelére bízta Róma városát, Olaszországot és az egész világot. Ó Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon. Rád bízzuk magunkat, betegek egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva, a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában. Római nép üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után. Isteni szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Amen. Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott Szűz. Kenyeret adtál a mennyből, alleluja, amely minden gyönyörűséggel teljes, alleluja. Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad reánk. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.
Köszönöm szépen mindenkinek, akivel ma is együtt imádkoztunk, akár itt Angyalföldön a Szent Mihály templomban, akár otthon a képernyők előtt. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, további fényes húsvét nyolcadát és finom ebédet. Találkozunk holnap és a járványügyi vészhelyzet idején minden nap délben itt a Magyar Kurír YouTube csatornáján. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szervusztok!